Jó napot kívánok! Ez itt a Konzul főzőiskola. A madártej egy nagyon népszerű édesség. Elkészíteni könnyű, de jól elkészíteni művészet. Nézzük, mi kell bele. Tej, esetleg kis tejszín, vaníliás cukor és vagy vaníliarúd, tojás, cukor, liszt vagy pudingpor. Egy lábosba tegyük bele a tejet, cukrot, vaníliarudat. Forraljuk föl, mikor fölforrt, vegyük ki a rudat, és kapcsoljuk le a gázt. Majd egy edényben a fehérjét verjük habbá. Először érdemes cukor nélkül, majd cukorral. Így sokkal gyorsabb és sokkal keményebb habot kapunk. Mikor ezzel megvagyunk, a forró lébe szaggassuk bele. Nem kell túl sokat rakni egybe, mert nagyon meg fog nőni a térfogata. Így két kanállal szép formás galacsinokat csináljunk. Fordítsuk meg őket óvatosan. Mikor szép nagyok, pár percig főzzük még mind a két oldalát, szedjük ki egy külön lábosba. Mikor az összeset kifőztük, jöhet a sárgája. Tegyünk az egész cukrot, lisztet, keverjük simára. Akkor ez megvan, egy kevés forró tejet tegyünk bele, keverjük simára a habverővel. Majd mehet bele a többi tej. Ezután tegyük fel a gázra, kóstoljuk meg, beletehetjük a vanillerudat, cukrot. Ne forraljuk, az nem tesz jót neki. Pár percig főzzük, és tulajdonképpen készen vagyunk. Nincs más dolgunk, mint berakni a hűtőbe, és pár óra múlva fogyasztható. Láthatjuk, nem nehéz elkészíteni. De ahhoz, hogy igazán ízletes legyen, sokszor kell próbálkozni. Hogy mindig javíthassunk rajta például, ha több tojássárgát használunk, sárgább lesz. Vagy mazsrát is tehetünk a tojásfehérjébe. Érdemes kísérletezni. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra! Amennyiben szeretnéd, hogy valamit elkészítsek a közeljövőben, írd meg kommentben, vagy küldj levelet. Amennyiben szeretnél értesítést kapni az újdonságokról, iratkozz föl csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra!